mindenkelőtt köszönteni szeretném minden sajtó és elektromos médium részvevőt, aki ma itt van, képviselőt, aki ma itt van. A mai téma ennek a presszkonferenciónak Mikók Dolf úr, a Pannon rádiótelevízió leváltása. Három hónap leforgása alatt szemtanúk vagyunk most már másodszor egy igen fontos médium ház elnöke, vagyis igazgatója leváltásának. Három hónapnak ezelőtt Pressburger Csaba úr, a magyar főszerkesztő posztról lett leváltva, ma Mikók Rudolf úr, a Pannon rádiótelevízió igazgatója lett leváltva. Mindkét esetben a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezte ezeket a leváltásokat, és itt is végre, viszont egyszer sem alapozták meg ezt szakmai indoklással, nem alapozták meg valami szakmai mulasztással, sem Pressburger Csaba, sem Mikók Rudolf leváltását. Így a Demokrata Párt legerőteljesebben elítélt ilyen módszert, ilyen okokon fogva leváltásokat, és elítél minden olyan politikai befolyást és politikai pártoknak befolyásolását a médiumokban. Szeretettel üdvözlöm a megjelent médiákat, és azon törtem a fejemet, még Szántó Róbert kollégám beszélt az én, hogy vajon kincsattam legközelebb az ostor. Vajon azok van-e, akik itt megmertek jelenni, és esetleg egy olyan gondolatmenetet fognak lekísérni és leközölni a saját médiaházokon belül, amelyek nem egyeznek az imént említett VMS párt vezetés elveivel. Mint a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, erélyesen tiltakozok az ellen, a módszer ellen, ami az elmúlt héten, vagyis pontosabban szeptember 17-én történt. Miért is mondom én ezt? Mint a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, aki rendszeresen részt vesz minden ülésen, egy szóval se hangzott el a VMS tagok, Magyar Nemzeti Tanács tagok részéről, hogy valamilyen gond van a Pannon RTB működésén belül. Mi a Humanitis képviselői voltunk azok, akik megemlítettük a nyár folyamán, hogy miért szakadt meg az a műsor, az a közvetítés, amikor Pressburger Csabát váltottuk le, és a szavazásra került a sor. Akkor senki egy árva szóval nem említette meg, hogy valami gond van, és ezeket a gondokat orvosoljuk. Most jött egy augusztus 20-ai beszéd, ami technikai okokból itt-ott megszakadt, és ekkor már rögtön veszük az emberek fejét. Olvastam a médiákat magyar és szerb nyelven, a kollégáik fölemelték hangjukat. Fölemelte hangját a szakszervezetük, fölemelték hangjukat a többi médiák is. Miért, ha a Magyar Nemzeti Tanács alapítója a Pannon RTV-nek, és a Magyar Nemzeti Tanács képviselője ott ül az alapítói közgyűlésen, miért nem hallgatunk mi az MNT üléseken ezekről a gondokról, és mi nem próbálunk orvosolni olyan dolgokat, amiért az embernek egy napon belül leveszik a fejét. Ezek rendkívülien hasonlítanak nekem a Milosevicsi érára. 93 óta aktívan politizálok, mindannyian, akik itt vagyunk és megértük a sötét 90-es éveket, körülbelül vissza tudunk tekinteni, és ezeket a módszereket ki tudjuk egyenlíteni azokkal a módszerekkel, amit annak idején a Milosevic kormány csinál. Nem csak a tájékoztatási eszközeinkkel, hanem mindannyiunkkal. Itt most mind MNT tagok, én is, mint az alelnöke, és a kollégám Hancsik János nem azért szállunk sínkra, hogy valakinek megmentsük az életét vagy a munkahelyét, hanem az a módszer ellen emeljük fel erélyesen a hangukat, ami ez már másodszor jelenik meg, és szemérmetlen, szemrebelés nélkül történik meg másodszor is. Vajon egy-két embernek a véleménye, vagy a döntéshozatala látszódik, tükröződik az egész VMS működésén belül?
ezért gondolkozzanak el egy kicsit a pártársaik. Mi a Humentis listáról, a DP szimpatizásai és tagjai, erélyesen tiltakozunk. A Magyar Nemzeti Tanácson belül, mivel kisebbségben vagyunk, kicsi a valószínűsége, hogy lépni tudunk, leszavaznak bennünket. Mosolygás mellett, mint ahogy számtalanszor megtörtént, de viszont vannak eszközök a kezünkben, amit természetesen magunkhoz fogunk ragadni az elkövetkezőben. Akit hát eléggé furcsán-kurtán kirúgták annak idején. Miután hát nagyon elégedettek voltak az éve elején, amikor beszámolt a munkájával. Gyakorlatilag, amikor a Csabát váltották le, akkor én elmondtam, és mondhatnám úgy, mint idősebb kádó, hogy ceterum censeo, de nem mondom. Újból azt mondom, hogy tulajdonképpen megismétlődött az egész. Egy a sztálini, legsötétebb sztálini rendszerre jellemző kirakadt ennek vagyunk újból tanulni. Mint ahogy Csilla is mondta, nem a személyek körül vannak agályaink, ugyanis ez gyakorlatilag a Vajdasági Magyar Szövetség és az ő belső ügyei, a szerkesztőségen belüli ügyek. Én csak azt csodálom, hogy a szerkesztőségek nem állnak ki a főszerkesztő és az igazgató mellett. Támogatásukról biztosítják, és utána nem történik semmi számunkra, mint újságíró számára ez egy kicsit érthetetlen. Bár megértem, hogy mindenki félti a munkahelyet.